sokkal jobb mulatságot mondok, mint a katonáskodás, meg a nemzetmentés. Házaszöny! Megőrült! Mit beszélsz? Mindhárman egyszerre beszélve! Ez komolyan megpolondult. Ne, anyára ment a parlament. Nem. A házasság a legbeszélytelenebb dolog, amit kitalálhatunk. Hallod, buta? Beszélytelen. Megint a buta. Ne? Akkor már inkább egy csata. Ott legalább elbújok a bozorban, megvárom, még elzajlik. Nem. De hova bújjak a házasság elől? Még lezajlik. Nem értem, hogy mi bajotok a házassággal. Jó, kiszórakozzuk magunkat, aztán meglépünk. Miért kellene olyan nagy feleket keríteni? Azt mondják a színházon, hogy a világ és önmagunk megismerésének helyszíne és lehetséges eszköze. Bátaszéken évtizedes hagyománya volt a színjátszó társulatnak, hosszú ideje már, hogy nem hallottak magukról, azonban a városnapi alkalmából megragadták az alkalmat, hogy visszatérjenek. Vörös Marti Mihály egyetlen vígjátékát, a Fátyó titkait mutatták be. Csötönyi László azt mondja, nagyon jó érzés volt ennyi idő után ismét a színjátszással foglalkozni, és megmutatni az embereknek, hogy még mindig színvonalas produkciókat tudnak bemutatni. Az előző év végén azon gondolkodtunk, hogy újra össze kellene rittyenteni a bátaszéki színjátszókat. Itt a városban azért több éves, évtizedes hagyománya van ennek, hiszen Miglerné Stangerika a Műfáz nyugállományú igazgatónője sok éven keresztül csinálta, és nagyon jó előadások születtek. Aztán az elmúlt esztendőkben ez valahogy elmaradt, vagy elsikadt, és Kalmár Éva kolléganőmmel arra gondoltunk, hogy mégiscsak össze kellene hozni a bandát, mert ritka jó felnőttek, illetve fiatal felnőtt színjátszók vannak itt a városban, és igazából ettől a gondolattól vezérelve szilveszter előtt összehívtuk a régi gárdát, és akkor eldöntöttük, hogy elindulunk. És igazából ebből a gondolatból nyilván a tettek után elindult a próba folyamat, és akkor most a városnapján itt állunk, és igazából már izgulunk nagyon, hogy fog sikerülni, de szerintem nagyon jó lesz. 8 szereplő játszik, több színjátszó van, akiket majd be tudunk vonni, illetve hát nyilván vannak olyan segítőink, még 5-6 fő, akik azért a súgásban, a díszlet elkészítésében, a rendezésben, a hang, a fény technikában odafigyeltek, de ők mind lelkes amatőrök, vagy színjátszók, vagy segítők, tehát nem színházi szakemberekről van szó, hanem általában véve olyan bátaszéki polgárokról, akik számára ez valamilyen szinten fontos. Nagyon jó egyébként, magam sem gondoltam volna, bár amikor először valamikor évelején a szövegkönyvet a Tájházban olvastuk, akkor abból már látszott, hogy ez egy jó hangulatú kis meló lesz. Aztán amikor elkezdtük a próbákat, akkor hát estékbe nyúló nevetések, beszélgetések, pálinkázások, borozgatások követték, és hát reményeim szerint egy olyan darabot sikerült összehozni, vagy egy olyan hangulatú kis szösszenetet, ha lehet azt az 1 óra 25 percet szösszenetnek mondani, amely majd a nézők szívébe is beletalál. Világ kezdete óta mi a nő? Érző kevel, a fúriák gyűlöknek, szelíd virág, melyben kígyószeg. Isten kezéből tisztán jött ki Éva, s már csalfa volt. A tenger árjai azóta keserjük a sok könny miatt, és a világnak minden cukrai nem édesítik vissza a fanyarkint, melyet nevükbe asszony bűnkevert. Inkább aludni, mint szeretve élni. Ez a tudás, ez a bölcsektika. Falra festettem az ördögöt! 2 Éva egyszerre! Futás! A Fátyol titkai egy korképet fest az 1800-as évek Magyarországáról. A komikus elemeket erősíti a rengeteg kikacsintás, a kor udvarlási szokásaira és az akkori férfinői kapcsolatokra. Ebben a darabban én leszek Hangai Sándor, aki úgy van feltüntetve a szereposztásban, hogy a hőszerelmes. Szóval nekem kell majd alakítsak valami kaszanovát elvileg. Megkerestek minket innen a Műfázból. Ugye mi régebben már csináltuk ezt ezzel a csapattal, mindenféle ilyen darabokat játszottunk, de aztán így szétszélett ez a társaság, és volt egy ilyen 1-1,5 éves pihenő talán. És most megkerestek minket megint, hogy lenne kedvünk, nyilván akinek volt, az jött is, és akkor így kiosztották ránk a szerepeket. És hát hetente igyekeztünk próbálni, attól függően, hogy kinek mennyire engedte a szabad ideje, meg a munkája. És most itt a végén itt egy kicsikét többet próbáltunk, hogy azért mégis elfogadható legyen a végeredmény. A szomjú. Szomjas vagyok, de nem volt szomjazom. És szomjamat vízzel nem oldhatom.
Nem oltaná el azt a Balaton, nem a mézes szőlőjű vadacsony. Szomjazom. Égek. Lángolok. Szerelmes vagyok. Szerelmes vagyok. A szerelem a legnagyszerűbb érzés a világon. Szerelmes vagyok. Csak tudnám ide. Találnom kell valakit, akiben ettől a pillanattól kezdve szerelmes vagyok. A színdarab az szerintem teljesen jó. Már itt próbán is nagyon sokat nevettünk rajta, meg nagyon jól szórakoztunk vele. A karakter, hát nem tudom, egy kicsikét viccesebb karakternek érzem magamat, mint amilyen ez, amit el kell játszak. De igyekszem majd kihozni belőle mindent. Szerintem összecsiszolódni az teljesen sikerült. Van egy-két új szereplőnk, meg igaziból mi, akik most itt szerepelünk, szerepünk nekünk így nem igazán volt eddig olyan komolyabb szerepünk, de most ugye, hát ez egy olyan darab, amiben az összes szereplő kb. Főszereplő. Szóval mindenkinek így aránylag egyenlő játékideje van, meg egyenlő szövegei, és szerintem mindenki így felnőtt ehhez a feladathoz. Ki cumfolóz, Miki? A lába húrt, én kérdem azt! Ki azt kérge háborgatni, mert? Ki kezdte itt a hitvány cincogást? Menjen tovább, kinek más dolga van. Ne roncsa itt a tiszta levegőt. E helyen én tisztelkedem. Meg én! Én e helyet olcsom, nem engedem! Menjen tovább, ki béke szerető. Egy durvaságot tűnni nem fogom. Kis durvaságra? Hadd át! Ez szégyellem. Melyről ön egykor véres számot ad? Hehehehe! Mi véresebbek? Mit kettem nekem? Csúcságot öccsöpülünk! Gartam ölhetem? Ti mit kerestek itt? Ti mit kerestek itt? Ti mit kerestek? Nekem van már választottam. Nekem is. Nekem. Az enyém. Itt lakik. Az enyém is. Ismét bebizonyosodott, hogy az emberek szeretik saját színházukat Bátaszéken. Ugyanúgy értéknek tartják, mint a nemzetiségek kultúráját, vagy egykori város részeik történetét. Mindezek felelevenítése, megmutatása, közkincsététele a városnapjának igazi lényege, hiszen ez erősíti a kötődést Bátaszékhez. Ezer szívem papolna, s mind arra, felosztanám mind hármat.